Jó estét kívánok! Önök a Méltet, a Somogy TV napi aktuális műsorát látják. A Jobbik immáron sokadszor az Európai Unióval való együttműködés felülvizsgálatát sürgeti. Vajon mi lenne az ára egy szakításnak, és mi lenne a hozadéka? Érdemes lenne-e kérni az adósság egy részének elengedését? Többek között ezekről a kérdésekről is beszélgetünk mai vendégemmel, Ander Balázssal, a Somogy megyei közgyűlés jobbikos tagjával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! No, hát először egy kicsit beszélgessünk arról, hogy miért gondolnák, hogy felül kellene vizsgálni ezt a szerződést az Európai Unióval? Egész egyszerűen azért, mert úgy érezzük, hogy cselédek vagyunk. Tehát ebben az Európai Ez Unióban... Ez miben nyilvánul meg? Nap mint nap feltörlik Magyarországgal tulajdonképpen a padlót képletesen és teljesen konkrét értelemben is. Az a hangnem, egyáltalán az a beleszólás, amit ők vindikálnak maguknak. Gondolnék itt akár a pedofiliával vádolható Cohn-Benditre, vagy éppen Barroso úr, ugye 68-as, marxista Barroso. Olyan dolgokba szól bele, és olyan hangnemben, amit egyszerűen magyar emberként kategorikusan vissza kell utasítanunk. Ez, amit ön mondott, tehát az, hogy Barroso beleszól belpolitikai kérdésekbe, az, hogy az egyik uniós képviselőnek a múltja olyan, amilyen, ez talán azért nem egészen azt jelenti, hogy az unióval szakítani kellene. Tehát konkrétan mi az, ami miatt azt gondolja, hogy nekünk jobb lenne Magyarországnak az unión kívül? Egyfelől ennek van egy jelenlegi tényezője, tehát az, hogy cselédként bánnak velünk, a másik pedig a gyakorlati rész akkor a dolgoknak. Magyarországot egészen egyszerűen fejőstehénnek tekintik. Egy hatalmas, nagy, kifosztó szivattyúkat telepítettek erre az országra, és pumpálják kifelé a pénzeket. Lehet itt most azt mondani, hogy de az uniótól is jönnek pályázati pénzek. Jobb lenne megvizsgálni, hogy ezek a pályázati pénzek milyen irányból jönnek, egyáltalán hogyan kerültek oda, mit adunk az Európai Uniónak. Hogyha azt nézzük, leépítettük tulajdonképpen a teljes iparunkat, átadtuk, teljesen ingyen, cserébe még el is adósítottak minket, piacainkat teljesen megnyitottuk előttük. Önök végeztek olyan számításokat, hogy mi a végösszeg? Tehát mennyi az, ami kimegy, mennyi az, ami bejön, hogyan hasznosítjuk itt Magyarországon a pályázati pénzeket? Nem csak mi végeztünk ilyet, hanem azt lehet mondani, hogy független közgazdászok. És mi? Lóránt Károlytól elkezdve, és nem csak Varga Istvánt említeném, ugye, mint jobbikos közgazdászt, világosan ki lehet mutatni, hogy itt az évek alatt több ezer milliárd forintot pumpáltak ki az országból, és ezért cserébe tulajdonképpen üveggyöngyöket kapunk. Hogyha pedig uniós pályázati pénzek vannak, akkor azoknak a felhasználási feltétele is olyan, amivel szintén uniós, nagy, nyugati, francia, német, ilyen-olyan cégek járnak jól, és valójában tulajdonképpen nem itt hasznosul, vagy a végösszeg, az nem a magyar nemzetet fogja gazdagítani. Menjünk egy kicsit bele a részletekbe. Önök most azt állítják, hogy a mi befizetéseink azok nagyobb összegűek, mint amennyit visszakapunk, vagy pedig azt mondja, hogy gyakorlatilag a nyugat piacszerzésre használta ezt a folyamatot. Így igaz, tulajdonképpen gyarmat vagyunk, hogyha most itt a befizetés, mint befizetés, tehát konkrétan ezt az összeget néznénk, akkor tehát valószínűleg azt lehetne mondani, hogy még többet kapunk vissza onnét. Viszont, hogyha mindent mellé rakunk, ez a gyarmati lét, tehát a gyarmati létből eredezthethető kifosztottságunkat, akkor azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon negatív ez a mérleg. Magyarországra nézvést. Most azt feltételezve, amit ön mond, mi a megoldás? Mert ugye van egy helyzet. Van egy helyzet, hogy gyakorlatilag cukorgyárból csak egy van, a sertésállomány 8 millióról 3 millióra csökkent, hogy az iparunknál igen komoly vérveszteségek vannak. Ez a helyzet adott. Mit adna az, mit hozna az, hogyha az unióból mondjuk kilépnénk? Ez a helyzet azért adott, mert ezt a gyarmati háborút hát innét belülről is segítették. És voltak bizony komprádor, helytartó szerepet, örömmel vállaló, nyugodtan azt lehet mondani, hogy hazaáruló politikai erők, amelyek ennek örömest elé mentek, és még túl is teljesítették az uniós kéréseket. Mit lehetne tenni ebben a konstellációban? Azt lehet mondani, hogy azért vannak nekünk mondjuk keleti rokonaink. Nem azt mondjuk, hogy rúgjuk fel a kapcsolatot, és legyen valamiféle haragszomrád viszony Európával, Nyugat-Európával. Viszont ezt az egyoldalú euróatlanti függést egy kicsit ki lehetne egyensúlyozni. Itt a Jobbik program azt mondja ki, hogy
Gondoljunk Oroszországra, gondoljunk Törökországra, a feltörekvő és egyre erősebbé váló Törökországra, ott kellene nekünk piacokat szerezni. Valószínűleg, hogy nem Németország lesz mondjuk a magyar mezőgazdasági termékeknek a felvevő piaca, vagy nem Franciaország, pláne nem Franciaország. Tehát önök erősítenék a kapcsolatot Oroszországgal, Törökországgal, és még kikkel? A turáni népekkel, azt lehet mondani, vagy éppen, ha kell, akkor Kínával. De meg lehet nézni, hogy mondjuk az arab államokkal. Akkor álljunk meg egy pillanatra, ne haragudjon, Oroszország. Oroszország jelenleg a világpiacon a legkegyetlenebb kapitalistaként lép fel. Kína a dömping áruval elárasztja a világot. Velük kellene együttműködni, tehát szorosabb kapcsolatot kialakítani? Saját érdekeinket szem előtt tartva. Tehát azzal kell együttműködni, ahonnan mi kaphatunk valamit, hogyha nekünk van komparatív előnyök. De az nem működik, és nem fog működni, és itt az igazi kérdés, hogy ez hova vezet. Tehát a jelenlegi felállás. Mert hogyha megnézzük, Magyarország rendszerváltás óta, illetve nyilván ezek a folyamatok már előtte elkezdődtek, IMF-be való belépésünk, akkor azt lehet mondani, hogy egy olyan lepusztulási lejtőre kerültünk, aminek a vége egy döbbenetes és iszonyatos összeomlás lesz. Én a múltat azt értem, a múlt elemzését értem, amit ön mond. De Kínával szorosabbra fűzni a kapcsolatot, az nem azt jelenteni, hogy még több olcsó kínai áru lepné el Magyarországot? Tehát mi az, ami ebben az együttműködésben számunkra jó lenne, pozitív lenne? Itt hangsúlyozom, hogy komparatív előnyök, tehát megnézni, hogy ők mit tudnak adni, és mi mit tudunk adni. Nyilván, hogyha ez ránk nézve és káros, akkor el kell felejteni ezt a dolgot. De felmérték önök? Tehát ezt... Erre hogyne. És a jobbikos közgazdászok ezt folyamatosan vizsgálják, vagy említhetném Kovács Béla nevét, ugye európai parlamenti képviselőnket, aki ennek igazán a szakértője, lenne nekünk, mit keresni a keleti piacok terén. De egy-két példát tud mondani, hogy mi az, amit mondjuk egészen konkrét példa, mondjuk akkor, hogyha Kínától mondjuk akkor egy kicsit rugaszkodjunk el, és menjünk mondjuk egy kicsit közelebb, akkor ott van Irán. Igen. Az annyit kárhoztatott Irán, amelyet a cionista világhatalom legszívesebben talán legyalulna. Azt lehet mondani, hogy Iránnal a kereskedelmi kapcsolatok az 1%-ára zsugorodtak, mondjuk az elmúlt 20-21 néhány évben. Tehát ez rettenetes, gyalázatos, és mindenképpen a nemzetgazdaságot károsító dolog. Irán igenis, hogy föl tudna szippantani, föl tudna venni olyan magyar termékeket, amelyeket ott képtelenség előállítani. Viszont Iránnak is van olyan terméke, gondoljunk csak földgázra, vagy éppen kőolajra, aminek Magyarországra lesz szüksége. Ezt én értem. Mondjuk ezzel a cionista szállal kapcsolatban azért meg kell jegyeznem, hogy ugye Európa, Amerika igen intenzíven és nagyon határozottan most elhatárolódik Irántól. Megvan a magyarázat mi rá. Nem, a Jobbik nem. Megvan a magyarázat rá, hogy miért. De nem gondolja, hogyha mondjuk például Iránnal szorosabb kapcsolatot ápolnánk, abban a pillanatban az egész világgal szembe kerülnénk. Az a helyzet, hogy Iránnal mondjuk nyugati cégek szoros kapcsolatot ápolnak. Tehát ez egyfelől mondjuk úgy, hogy a Puderduma részükről Iránt elítélni, minket távol tartanak, illetve a gyarmatoknak tekintett periféria államokat itt Európában ezektől a piacoktól, ők pedig igencsak hasznot tudnak húzni. Nyugat-európai cégek búsás haszonra tettek szert annak idején mondjuk az Irakkal való kereskedelem kapcsán, vagy éppen Líbiával. Aztán amikor fordult a helyzet, akkor az addigi kedvenceket egészen egyszerűen kipöckölték. Gondoljunk mondjuk Saddam Husseinre, aki kitől is kapta a vegyi fegyvereket, de ezek olyan témák, amelyek nagyon-nagyon messzire vezetnek. Igen, erről nagyon sokat írt egyébként a világsajtó. Gondolom, hogy azért a most bevezetendő, illetve bevezetett szankciók azért bizonyos nyugati cégekre is hatással vannak. De menjünk tovább. Kicsit jöjjünk haza. Az év elején tartotta gyakorlatilag a Jobbik egy ilyen évnyitó nagy rendezvényét, amelyen fontos kérdésekről beszélt Vona Gábor elnök. Többek között ugye elmondta, hogy mi nem a Jobbik. És ebben volt egy olyan rész, amit azt gondolom, hogy a sajtó félreértett, mert én meghallgattam a rendes felvételt, ugye ott az volt a kiemelt mondat, hogy gyakorlatilag nem demokrata párt a Jobbik. Hogy hangzott ez a mondat pontosan? Abban az értelemben nem demokrata, amivé mostanra ez a szó züllött. Nagyon köszönöm, hogy ezt így külön megemlítette, hogy a sajtó egy része bizony-bizony félreértette, valószínűleg kész akarva félreértette a dolgot. Ezt ne feltételezzük, jó? Én feltételezem,
Nyilván kollegialitási szolidaritásból ön ezt nem, mi viszont feltételezzük bizony-bizony, készakarva értették félre, nem akarták meghallani a mondatnak a második felét, mert hogy megnézzük, hogy mivé züllött ez a tömegdemokráciának nevezett valami mostanra, akkor megint csak azt lehet, hogy elképesztő dolgokat láthatunk. Miről beszélünk? Van-e egyáltalán úgynevezett demokrácia itt Európában? Kik diktálnak? Világosan kiderült, amikor Magyarország ultimátumot kapott, itt az IMF, a nagy hitelminősítők, multinacionális cégek, nagy bankok, és néhány ember, akit senki, de senki nem választott meg, semmiféle felhatalmazással tulajdonképpen az úgynevezett nagybetűs nép részéről nem rendelkezik, ők diktálnak. Tehát, hogyha ez így van, akkor ez nem demokrácia. Tehát értelmezzük akkor magának a szónak az eredeti jelentését. És önök hogy értelmezik akkor a demokráciát? Hát nem úgy, hogy mondjuk Barroso vagy éppen Cohn-Bendit gondol egyet, és Magyarországot, a magyar népet lefasisztázza, elmondja mindenféle nácinak, és úgy próbálja beállítani a dolgokat, mintha itt valamiféle szörnyű szélsősége, szélsőjobboldali métej vette volna át a dolgok irányítását. De ugye azért például az ászló égetés az bizonyos korban volt szokásos, és ugye ezt megint az önök szemére vetették, ezt az ászló égetés. Ezt hogy lehet megmagyarázni? Ez egy szimbolikus tett volt. Tulajdonképpen ugyanazt tette a Jobbik az ászlóval, mint amit az Európai Unió, és nem Európa, tehát azért itt húzunk egy éles határvonalat. Tehát amikor a Jobbik Európáról beszél, akkor nem Európai Uniót ért alatta. Uh-huh. Ez az Európai Unió egy szervezet, egy olyan szervezet, amiből köszönjük szépen, de mi nem kérünk. Uh-huh. Pontosan azért, mert világosan kiderült ennek gyarmatosító, nagyon mohó természete, uh-huh. amely gondolkodás nélkül, lelkismeretfordulás nélkül bedarálja. Aha. A periféria államait. Nem gondolja, hogy az ászló égetés durvasága az mondjuk kifelé egy más üzenetet küld? Tehát másra gondolnak azok, akik mondjuk Németországban látják ezeket a képeket? Nem gondolom egyébként, hogy durva dolog volt ahhoz képest, hogy mondjuk itt is megemlítette, volt 12 cukorgyárunk, maradt belőle egy, az is külföldi kézben. Több ezer ember elveszítette a munkáját. Több ezer család éhen nyomorog, mindenféle kilátás nélkül. Akkor miről is beszélünk? Szerintem az a durva dolog, és a Jobbik szerint ezeknek a családoknak az ellehetetlenítése, az, amikor őket gyarmati cselédként tartja, vagy kívánja mondjuk az Unió szemlélni, az a durva dolog, nem pedig egy kék vászondarabnak az elégetése. Uh-huh. Ugye egy másik folyton előkerülő téma, amit az önök szemére vetnek, az a magyarországi cigánysággal kapcsolatos véleményük. Most a közelmúltban, azt hiszem ma reggel is hallottam az egyik országgyűlési képviselőjüket, aki a többször sem hátrányos helyzetű emberek megsegítéséről, erről a bizonyos 120 milliárdos csomagról beszélt. Most nem arra kérném, hogy osszuk el ezt a 120 milliárdot, önök mire fordítanák, hanem az alapelvekről. Tehát önök szerint hogyan kellene támogatni a többször sem hátrányos helyzetű embereket, ezeken belül mondjuk a cigányságot? Nyilván az alap a munka. Ugyanis a segélyezés jelenlegi, illetve korábbi formája az világosan bebizonyosodott, hogy egy totális zsákutca. Viszont mindennek alfája és omegája, mint mondtam, a munka lenne. Viszont honnét lennének munkahelyek Magyarországon, hogyha mi gyarmat vagyunk, és tulajdonképpen csak felvevő piacnak kellünk az Európai Uniónak, de és az... nem állíthatjuk elő egyébként azokat a termékeket sem, amelyekre igenis meg lenne a kapacitás, és meg lenne a képesség. Hogy van az, hogy itt van például akkor a cukoripar? Maradjunk ennél, ugye élő kaposvári példa. Korábban Magyarország ellátta mondjuk másik három ország igényeit is. Most jelenleg az ország igényeinek egy harmadát fedezi az itteni gyártás. Tehát ez mind-mind azt jelenti, hogy ezek mögött munkahelyek voltak, azok mögött emberek voltak, azok mögött családok voltak. Azt, hogyha megnézzük mondjuk a rendszerváltás előtti dolgokat, félreértés ne essen, a Jobbik azt hiszem végképp nem kívánja vissza a Kádár rendszer, ugyanis mindaz a disznóság, amely most kulminálódik, akkor indult el. Viszont ha megnézzük mégiscsak azokat az időket, azt lehet mondani, hogy itt az embereknek, a cigányságnak is jelentős része dolgozott, mert volt munkahely. De az, amit most például a kormány csinál, hogy a közmunkaprogramokat próbálja szorgalmazni, és azt mondja, hogy akik ebben részt vesznek, azok kaphatnak támogatást. Tehát aki nem akar dolgozni, az nem kap. Ön szerint ez nem egy járható út?
Ezzel egyetértünk, viszont az is igaz, hogy a közmunka az hosszú távon nem lehet megoldást, nem nyújthat perspektívát. Különösen nem egy egész ország számára, de hát vagy a társadalom problémák számára. De gondolom, átmeneti időre szánták, amíg a gazdaság beindul, amíg fellendül a gazdaság. Látom, mosolyog, nem ért ez igen, egyet? Igen, tehát ez egy nagyon optimista forgatókönyv. Azt lehetne mondani erre, hogyha ez így történne, akkor még rendben is van a dolog. Csak nem látjuk, hogy ez a gazdaság mitől indulna be. Erre majd visszatérünk még, de maradjunk egy kicsit annál, hogy hogyan kellene támogatni a hátrányos helyzetben levőket, és önök ugye nagyon határozottan külön említik egyébként a cigányságot. Tehát mi az alapvető probléma ezzel kapcsolatban, önök szerint? A cigányság, hogyha meg van említve, akkor soha nem származási alapon van megemlítve. Tehát ezt Vona Gábortól elkezdve a Jobbik minden politikusa sokszor elmondta, hogy nem bőrszín, származás szerint teszünk különbséget ember és ember közt. De egészen egyszerűen egyébként a hozzáállás kérdése. Nyilván egyfajta sajátos szociológiai közeget képez Magyarországon a cigányság, ez teljesen letagadhatatlan. Nyilván én sem akarok ilyet mondani, hogy ez nem így lenne, viszont az sem igaz, amit ugye Jobbikra szoktak kenni, hogy ez a rasszista, szélsőséges párt. Még egyszer mondom, nem emberek származásával van a probléma, hanem emberek és emberek közt, a Jobbik is aszerint kíván különbséget tenni, hogy azt az adott közösséget, bársuk mondjuk az érpataki modell, vagy éppen Gyöngyöspata most. Nem aszerint teszünk különbséget, akkor még egyszer, hogy ki milyen származású, hanem azt az adott közösséget, ahol ő él, azt építi vagy rombolja. Hogyha rombolja, akkor a Jobbik igenis kimondja, hogy nincsen erre felmentés, és nincsen tulajdonképpen kegyelem vagy valamiféle enyhítő bánásmód. A mindennapi együttélés normáit be kell tartani. De ha jól értettem az önök kommunikációját, akkor arról volt szó, hogy a kifejezetten a cigányok helyzetének javítására félretett pénzeket, azokat önök elvennék, máshogy címkéznék, és máshogy osztanák el, ugye? Az a helyzet, hogyha megvizsgáljuk az úgynevezett integrációra fordított összegeknek a sorsát, meg a rendszerváltás óta eltelt jó két évtizedben, akkor ki kell mondani, hogy ez egy lyukas zsák volt, amiben ezt a pénzt tömködték, történt előrelépés. Ezt maguk a cigányvezetők is elismerik egyébként, hogy nagyon sok pénz eltűnt, és nem javította a cigányság helyzetét. De önök hogy osztanák most akkor el ezt a pénzt? Még egyszer mondom, a valós munkahelyteremtés. Valós munkahelyteremtés, ami ugye mezőgazdaság alap, az élelmiszeripar alap lenne, meg kell nézni egyébként a vidéket, tehát haldoklik. Falvakban, bárki körbejár itt Somogy megyében, lehetne említeni, nincsen munka. Na de miért haldoklik? Azért, mert valószínűleg nincsen igény arra a termékre, vagy terményre, amit ők produkálnak. Azért mondom, hogy megint messze vezetne ez a dolog, mert azért nincsen igény ezekre a termékekre, mert átadtuk a piacainkat, kivásároltak minket saját hazánkban, meg kell nézni mondjuk a nagy bevásárlóközpontoknak az áruk kínálatát. Milyen termékek vannak ott, elárasztották a német, jó, értem. Osztrák, francia, ilyen olyan termékek, tehát még egyszer igen, a munkahely, de ezt a kettőt igazándiból nem lehet mondjuk a cigányságnak a helyzetét elválasztani a magyar gazdasági helyzettől. Tehát soha nem lesz ebben az országban olyan gazdasági helyzet, hogy teremjen egy segélyfa, amiről 100 milliárdokat lehet majd leszakítani, és ilyen-olyan célokra csak úgy odaadni. Nyilván ehhez az alapot meg kell találni, mert honnét is lenne akkor az a 120 milliárd, vagy a következő 120 milliárd forint, megint csak hitelfelvételből? Nyilván ez nem járható út. Én ezt értem. Ha munkahely más van, partnereket keresnének, más piacon értékesítenék a termékeket, de hát akkor is lenne egy átmeneti időszak, amire megoldást kell találni. Tehát ezeknek az embereknek, legyen az cigány vagy nem cigány, holnap vásárolni kell kenyeret. Miből, hogyan támogatni? Az is nagyon nagy kérdés, így van, hogy például hol vásárolja azt a kenyeret, milyen üzletbe megy be. Most azt látjuk, hogy mondjuk a segélyekre kifizetett pénzt elviszik a Tesco-ba, bocsánat, nem akarok itt reklámot csinálni, különösen nem nekik, vagy ilyen-olyan nyugati nagyáruházba, és ott elvásárolják külföldi termékekre. Holott, hogyha mondjuk az állam élne azzal a lehetőséggel, amit a Jobbik is javasolt, szociális kártya bevezetése, és az odaérkező pénzeket azzal a kártyával helyi termékekre lehetne váltani. Helyi kisboltban, a helyi ipart, a helyi munkahelyeket támogatva,
akkor erre nem kellene olyan hosszú-hosszú átmeneti éveket várni, mert ez tulajdonképpen rövid idő alatt is megoldható lenne, és már is érezhető javulás lenne. Ez, amit most mondott, ez alkalom nekem arra, hogy még egyel visszalépjünk egy szűkebb területre, Somogyra. A megyék helyzete ugye megváltozott most az év elején. Önök hogy értékelik ezt? Én személy szerint még egy kicsit kivárok. Egyszerűen nem lehet látni, hogy mi lesz az egésznek a vége. A területfejlesztési törvény az még vissza van. Tehát amíg az nem születik meg, igazándiból nem lehet egészen pontosan látni, hogy ez a megye mivel fog foglalkozni. Nagy általánosságokon, mint területfejlesztés ezen kívül. Az biztos, hogy a korábbi megye, egyébként én is kimondtam, hogy egy meglehetősen tehetetlen, impotensnek tűnő megye volt. Nem a vezetés félre ne értés ne essék, hanem az, amivel ez a megye tudott foglalkozni. Tehát senki nem mondja azt, hogy egy megye abból áll, hogy 21 néhány iskolát, meg mondjuk 8 szociális otthon dirigált. Tehát erre miért kell akkor egy választott testület? Voltak ugyan egyéb feladatok is, de pénzeszköz híján. Az a helyzet, hogy ezek sokszor kimerültek mondjuk a szimbolikus cselekvésben. És itt a jó kérdés, hogy mi lesz ezzel a megyével. Mi erős megyében gondolkodunk, ez teljesen egyértelmű, viszont ahogy a kormány ezt elképzelte, az a központból irányított erős megye koncepciója. Ennek a választott testületnek, az önkormányzatiságnak, mint önkormányzatnak, mint megyei autonómiának, hogy lesz-e valami kézzelfogható értelme, és tud-e vele valamit kezdeni, hát ez még bizony a jövő zenéje. Na most ugye azt hallani, és ezt mondják felelős politikai vezetők is, hogy gyakorlatilag területfejlesztő lesz a megye. Önök hogyan képzelnék el azt? Milyen feladatokat adnának a megyének, egy területfejlesztő megyének? Korábban is felhoztam, állandó tulajdonképpen témajavaslaton volt, vagy veszőparipám a megye agrárhelyzete. Somogy megye egy agrármegye. Magyarország egy egészen erősen és agrármegyének tekinthető jó agrár környezeti adottságokkal rendelkező ország, hogyha erre nem alapozunk, hogyha ezt egészen egyszerűen kidobjuk a kukába, és erre nem csinálunk egy jó élelmiszeripart, mint ami egyébként volt korábban, akkor azt lehet mondani, hogy itt a vég. De ha mondjuk ezt nem fogjuk meg, akkor Magyarország nem tud kitörni abból a kalodából, amibe bezárták. De mondjuk ez ugye most kicsit a területfejlesztő megyétől egy pillanatra ellépnénk, ez a egy koca, egy potta program, amit a kormány meghirdetett, ez például jó lenne? Jó lenne, majd ha működne. Viszont azért tegyük hozzá, hogyha körbenézünk Somogy megyében, itt is a nagybirtok dominál, ráadásul nem is magyar kézben lévő nagybirtok, hát menjünk el mondjuk Görgetek környékén, Benetton úr, a világ egyik leggazdagabb embere, a Nyaszent király, több ezer hektár ura, vagy éppen a Nagyatád mellett nagybaráti pusztot, holland gazdálkodót látunk, nincs még egy ilyen a világon, illetve van, csak azt a helyet úgy hívják, hogy Afrika, mondjuk 100 évvel ezelőtt, ahol megérkeztek a fehér telepesek, a fehér gyarmatosítók, és a benszülötteknek egészen egyszerűen Kus volt a neve, mert lassanként, sőt nem lassanként, tehát hogyha megnézzük a valós állapotokat, akkor ezt látjuk Somogyban. Ezen kíván a Jobbik változtatni, igenis kis családi, illetve közepes vállalkozások, a nagybirtoknak a lebontása, mert ez a nagybirtokrendszer, ez munkahelyet nem teremt vidéken, meg kell nézni, újfent csak ezt tudom mondani, hány embernek ad munkát, mondjuk egy ilyen külföldi kézben lévő több ezer hektáros, külterjes gabona, vagy éppen kukorica, vagy mondjuk nyár termelésre beüzemelt nagybirtok. Néhány embernek. A többiek kénytelenek, és itt függ össze mondjuk a cigányság problémájával is, tehát itt a belső somogyi falvak cigány lakossága is munkanélkül kénytelen nyomorogni. Mert igen, ezek nem adanak egészen egyszerűen munkát. Csak erre ugye azt szokták mondani szakértők és kevésbé szakértők, hogy a nagy gazdaság az jóval hatékonyabban tudja előállítani a terméket. Tehát itt valószínűleg a támogatási rendszerrel van valami probléma, nem? Lehet, hogy hatékonyabban tudja előállítani, bár attól függ, hogy mit. Nyilván, hogyha külterjes gabonatermesztő nagy gazdaságokban gondolkodunk, akkor azt igen. Viszont, hogyha a munkaigényes, nagy hozzáadott értéket jelentő kultúrákban gondolkodunk, például gyümölcs, igen, zöldség, vagy éppen akkor az állattartás, akkor azt lehet mondani, hogy ez nem állja meg a helyét, sőt,
országos viszonylatban, ugye a földek felén terpeszkednek nagyüzemek, és mondjuk 61 néhány ezer embernek adnak munkát. A földek másik felén vannak családi kis és közepes vállalkozások, ezek négyszer annyi embernek tudnak munkát adni. Tehát felejtsük el azt az egyoldalú profitorientált szempontot, amely mindig csak azt nézi, hogy mekkora hasznot tud termelni az a mezőgazdaság üzem. Itt vannak szociális szempontok is. Ezt én értem, de amikor valaki bemegy ugye az ön által emlegetett áruházakba, és azt nézi, hogy akkor ott mennyiért lehet kapni bizonyos árut, és összehasonlítja egy kis boltnak az árujával, akkor és belenéz a pénztárcájába, azt mondja, hogy vásárolok a Tesco-ba, vásárolok ebbe, abba, amabba, mert ez a kényszer. Kevés pénzem van, olcsón akarok vásárolni. Értem, amit mond, csak ahhoz, hogy versenyképesek maradhassanak, azt gondolom a kis gazdaságok, ahhoz valami más támogatási rendszer kellene, nem? Ez is igaz, illetve az, hogy ők integrálódhatnak is, tehát egy önkéntes szerveződés, nem a régi rendszer erőszakos kolhozosítása, hanem egy értelmes, tényleg önkéntességen alapuló szövetkezeti rendszer kiépítése Magyarországon, ez igenis várat magára. Tehát óriási csodákat lehetne így csinálni a vidéken. Visszautalok mondjuk akkor a 70-es, 80-as évekre. A háztáji gazdaságok a földterület 10%-át birtokolták, azon a 10%-on az mezőgazdaságban megtermelt összérték körülbelül 30-40%-át állították elő. Tehát igenis, a kicsi is lehet nagyon hatékony, itt a példa rá. Két percünk van összesen, de nem állom meg, ugye ön tanárember, hogy a saját szakterületére ne térjünk ki egy kicsit az oktatásra. Ugye az oktatás körül elég komoly viták voltak, rendeződni látszanak a dolgok, ki így, ki úgy ítéli meg, hogy ez jól alakul-e vagy sem. Ön szakképzéssel foglalkozik. A szakképzésben mi a helyzet? Tehát ön szerint ez a folyamat, ami most elindult, ez hova vezet, ez jó-e? Én nem értek személy szerint egyet mondjuk ez a német típusú duális szakképzési rendszerrel. Ugyanis, hogyha csak a szakképzőket nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a leginkább hátrányos, szociokulturális mutatókkal rendelkező diákok jönnek az ilyen iskolába. Hogyha ezek a fiatalok nem találkoznak itt még a közös műveltségi elem darabkáival, nem tanulnak még meg itt tulajdonképpen írni, olvasni, ez az utolsó esélyük az életben, hogyha őket az ipari igények gyors kielégítése miatt egy-kettőre úgymond kiképzik a puszta szakmára, viszont ezektől a műveltségi elemektől megfosztják őket, akkor soha nem tudnak tovább lépni az életben. Tehát itt nyilván a kormányzaton belül is... Lesz egy jó szakmunkás, nem? Hát jó szakmunkás írás és olvasási készségek nélkül szerintem nem lesz, és soha többé nem tudja magát tovább fejleszteni. Azt az adott területet egy-két évig esetleg el tudja látni, de hogy változik a világ, hogy új és új követelmények jönnek, nem fog hozzá tudni alkalmazkodni. Ugye erről a Fideszen meg a kormányon belül is nagy vita folyt egyébként, hogy ez itt mi legyen végül is, a gazdasági szempontok úgy tűnik, mintha azok győztek volna. De ön tényleg ennyire borulátóan látja ezt a helyzetet? Tehát, hogy ilyen rossz lesz a vége? Végeredmény? Várjuk meg nyilván a végét, másfelől pedig nyilván az oktatást nem lehet elválasztani, mondjuk a tanárok helyzetétől sem, a személyes, egzisztenciális problémájuktól. Tehát de nem csak a tanárok, nyilván mondhatnám itt az orvosokat is, vagy éppen a közféle egyéb területein foglalkozó embereknek a fizetését. Gyalázatosan alacsony. Hát ez már egy külön műsornak lenne a témája, mert ez olyan nagy. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nézőinek is köszönöm szépen a figyelmet. Természetesen jövő héten is lesz miért, akkor is nézzék a Somogy Televíziót. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.